Szép estét kívánok a Szombathelyi Televízió nézőinek. Újra eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy újra jelentkezik a hétvége. Kulturális és egyéb programokat is fogunk majd önöknek ajánlani, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, és nem csak ez a hétvége kerül fókuszba, hanem már a következőre is készülünk, úgyhogy ha még van egy kis hely a naptárban, akkor lapozzanak oda, és már most érdemes beírni az időpontokat. 0620 2020 800, ez az SMS számunk, az adás végéig ide lehet küldeni a rövid szöveges üzeneteket, és nem kérem ingyen, mert hogy a műsor végén, majd az SMS-ezők között sorsolni fogok, méghozzá az írókéz mandala közös ajándékcsomagja lesz az a meglepetés, aminek örülhet a kedves néző. Folytatódik a színész portré, aztán különböző kőszegi programokra is invitáljuk majd önöket, emellett pedig az Ízeum hétvégi programját is megismerhetik, amik a Vizek Határai országos programhoz kapcsolódik. Aztán egy kis mozis programot is ajánlunk, illetve talán elsősorban a hölgyek figyelmébe ajánlom az az interjút, amit Oravec Nórával készítettem, az Összekötve című kötet írója múlt pénteken járt Szombathelyen. Mi is kimentünk a könyvbemutatóra, és egészen érdekes dolgokat árult el a mindössze 24 éves íróhölgy. Most azonban egy nagyon picikét idősebb úriembert köszöntök a stúdióban, Balogh Jánost. Köszönöm szépen, Jani, hogy elfogadtad a meghívást. Folytatódik a színészportré, a Vörös Sándor Színház művészeit egy egészen érdekes aspektusban szeretném bemutatni, szeretnénk itt a műsorban bemutatni, és én megkérdeztem tőled, hogy beszélgettél-e már a kollégáiddal arról, hogy ők hogy érezték magukat itt a tévében, vagy nálatok mennyire nyűg, vagy mennyire jó érzés mondjuk tévészereplést elvállalni? Mindenképpen megtiszteltetés, hogy meghívtok ide a műsorba, vagy meghívtál. És tényleg köszöntöm a nézőket itt az első körben. Nagyon jó itt lenni és beszélgetni, de mivel elég el vagyunk szeparálva néha egymástól egy-egy próba folyamat alatt, tehát nem is nagyon találkozunk a többi kollégával legfeljebb este, de akkor már mindenki siet haza a családjához, és nem biztos, hogy terítékre kerülnek ilyen témák. Azt tudjuk, hogy jövünk, megyünk ide-oda rádióba, esetleg tévébe, és ezt tudjuk egymásról, de hogy pontosan mi volt itt, én most erről nem nagyon tudtam tájékozódni. De azt tudom, hogy nagyon jól érezték magukat. Remélem egyébként, hogy majd neked is ilyen érzéseid lesznek. 2003 az egy meghatározó időpont volt az életedben, mert hogy akkor váltál szombathelyivé. Pontosan. 2003-ban kerültem ide, felvételt nyertem. Jubilálsz. Igen, most 10 éve, pontosan augusztus végén, akkor már több mint 10 éve, mert augusztus végén költöztem le Szombathelyre. Idegenforgalmi szakmenedzser szakra vettek akkor fel, akkor még nagyon messze voltam a színháztól, meg az egész színészettől, akkor még nem gondoltam, hogy ez lesz az én utam. És tényleg akkor ide kerültem, főiskolára jártam, és nagyon élveztem itt szombathelyinek lenni. És úgy gondolom, hogy most már szombathelyinek is érzem magam. Gyakran járok azért haza, én soproni születésű vagyok. Édesanyámékat azért gyakran meg szoktam látogatni. Havonta egyszer azért próbálok hazajutni. És nagyon szeretem Sopront is. És olyan érdekes, hogy párhuzamosan fejlődik, szépül ez a két nyugat-magyarországi város. És ezt nagyon örömmel látom. Na de most, ha én elárulom a kedves nézőknek, hogy a te életedben a labdarúgásnak is kiemelkedő szerepe volt, hát nem is tudom, hogy a szombathelyi szurkolók téged, mint soproni születésű futballistát mennyire fogadnának a szívük közepébe? Ja, hát azt nem tudom, hát most sajnos Sopronnak nincsen futballcsapata, illetve van, csak nem NB1-es. De azért emlékszünk azokra az időkre. Persze. Igen, én pont akkor voltam nem ott... Nem söröztek együtt. Nem nagyon, de én pont akkor voltam ifjú labdarúgó, amikor mi NB1-esek voltunk, tehát mi nekünk hihetetlen büszkeség volt. Én többször jöttem ide Szombathelyre meccset nézni, és volt olyan alkalom, hogy nyert a Sopron 2-0-ra pont akkor. Szóval ez lehet, hogy már most szombathelyiként... Mindjárt jönnek az SMS-ek. Igen, mindjárt jönnek az SMS-ek, ez még régen volt tényleg, de sajnos nem tudtam úgy folytatni a pályafutásomat, illetve egy térdsérülés miatt nem tudtam tovább labdarúgó lenni. Illetve ide kerültem Szombathelyre, elkezdődött a főiskola, egy teljesen más élet, és valahogyan ez kikopott. De utána pár évre rá az egyik csoporttársam tanácsára, illetve az ő édesapja példájára játékvezetői tanfolyamot elvégeztem itt Vas megyében, és fújtam a sípot 3 évig itt a megyében. Megye 2-es meccseken, meg megye 1-eseken, meg lengettem, tehát izgalmas
izgalmas kis meccsekre jártam. Na, szerezzünk akkor még neked a szurkolói, meg az ellentáborba is néhány embert. Nemzetközi labdarúgás, kedvenc? Angol focit szeretem én nagyon. Sajnos nem ott áll most az angol foci, ahol szeretném, de én őket szeretem nagyon. A sportra egyébként van időd így a mindennapokban, mert nyilván elég érdekes az időbeosztásotok, szóval nem ez a klasszik 8-4-ig dolgozol az irodában, ráfordítod a kulcsot, és van időd délután bármire. Igen, tehát nem tudjuk pontosan is beosztani a napunkat, illetve nem tudunk 3-4 napra előre tervezni. De van időm, és amikor pont jöttem ide hozzátok, akkor majdnem az öntödébe mentem be, mert én ide szoktam járni, tréningezni, edzeni. És itt van mellette a Szombathely TV mellett az Öntöde Sportcentrum, ide szoktam járni egy kicsit erősíteni, meg néha napján még fallabdázni. De azt ritkábban, mert vigyáznom kell még a térdeimre. A Színér Sportréban már megismerhettük Bálint Évát és Szabó Tipkét, illetve együtt volt múlt pénteken Alberti Zsófi és Endrődi Krisztián, és igazság szerint én nagyon örültem volna, hogyha te párod is eljön. Igen. Mert hogy mégiscsak színész, színházi pár. Színházi vagytok. Ember, igen, ő is a színháznál van, ő súgóként dolgozik, de kötelezettségei vannak. Ma van a Szent György és a Sárkánynak a premierje, és ő ebben az előadásban súg, és ő neki most ott kell lennie a többiekkel. Hát ő is biztos tudna érdekeseket mesélni. Nyilván adott a kérdés, hogy a munkát mennyire kell hazavinni, vagy mennyire tudjátok bennhagyni a munkahelyeteken idézőjelben. Igen, eddig valahogyan mindig szerencsésen úgy alakult, hogy külön produkcióban voltunk általában, vagy többnyire, és így mindig érdekes volt hazavinni az én produkciómból az információkat, a híreket, érdekességeket, és ő is hozta. És valahogyan ez így összeadódott este. De szeretnénk ezt továbbra is így, hogy ő is különben, meg én is, mert hát nem tudom, otthon mi azért szoktunk szövegezni, és velem sokkal szigorúbb, mint a többi kollégával is, és azt szerintem nem olyan jó fejség tőle, hogy velem miért olyan szigorú, velem sokkal, igen, hát kemény velem nagyon, nagyon kemény. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy lejárt a beszélgetésünkre szánt idő, de még csak egy igen nem. Ha mondjuk otthon összeveztek, és ő, mint súgó szerepel az előadásban, te pedig, mint színész, akkor belefér az, hogy egy kicsit később segítsen. Általában szoktam tudni a szöveget, tehát remélem, ilyen nem fog micsoda diplomatikus válasz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál én velünk, is köszönöm. És minden jót kívánok. Köszönöm. A folytatásban pedig akkor nézzük, hogy Oravec Nóra, az Összekötve című kötet 24 éves írónője hogyan érezte magát Szombathelyen, és egyáltalán hogy jutott eszébe, hogy ilyen fiatalon egy szerelmi történetet mondjon el a közönségének. Azért volt fontos, mert volt bennem egy késztetés, hogy ezt így papírra kell vennem, ugye most már nem papír volt, hanem egy online verzió. Az első könyvem ugye bestseller lett self-publishing kategóriában, ez volt az első könyv, ami ilyen nagy sikert elért ebben a formátumban, és ott is az volt az első, ami ilyen nagyon nagy indítatás volt, hogy nekem írnom kell, és akkor leírtam, és utána megmentem azon az úton, hogy ez valamilyen formában publikálásra kerüljön, és aztán nyilván most a másiknál is ugyanez történt, hogy egy nap bekattant egy sztori, és akkor elkezdtem írni, egy hónapon belül meg is született, kerek lett egész, és onnantól kezdve így tudtam, hogy akkor ezt így szeretném, hogy menjen ki, mert volt egy mondandója, és szerettem volna, hogy ez minél több embert elér. Nagyon érdekes, mert hogy ahogy mondtam, hogy a sztori, a történet, az csak úgy jött, és nem volt semmilyen cél benne. Tehát egy év múlva, hogy megszületett, lett kiadója, és onnantól kezdve kezdtünk el gondolkozni azon, hogy mi az üzenete a könyvnek, és bár bennem volt valami korvonalazódó, de akkor vált teljessé, és én úgy gondolom, hogy a napi gondolatokat is, amiket kiteszek, az mindig ugyanazokat a dolgokat foglal magával, ami engem is foglalkoztat, és a környezetemet. Tehát ez egy olyan dolog, ami szerintem kortól és nemtől függetlenül mindenkit mindig is fog érdekelni, mert ott lesznek az, hogy új embert ismer meg, új valaki jön az életébe, vagy a régi már miért nem szereti úgy, és mit csináljon, és mit érez. Tehát ezek a dolgok mindig foglalkoztatják szerintem az embereket, és ezért is egy hálás téma, de hogy nyilván nekem nem ez volt a lényeg soha, tehát hogy így ez a ki kellett nyilvánítanom magamból azt, ami bennem van, és ez egy ilyen
visszacsatolás annak, hogy a sok-sok visszajelzés annak a visszacsatolás, hogy erre van szükség és igény. De hogy az emberek egyre nyitottabbak, tehát ugye az én korosztályom is hál' Istennek nyit, akkor van nekünk egy punani masztifunk, akik nagyon-nagyon-nagyon szívből énekelnek, és olyan dalszövegeik vannak, ami az embereket tényleg elgondolkodtatja az értékrendekről, és szerintem az ő sikerük sem véletlen. De hogy elindult most valami, hogyha megnézed, egyre több ilyen dolog kerül előtérbe, és nem véletlenül, mert már nincs szükség a szemétre. Szemét ott lesz mindig, de hogy kellnek olyan emberek, akik valamiféle példát tudnak mutatni, és hogy így nem véletlenül hiszek abban, hogy az sem véletlenül, hogy én is ekkora nagy fókuszt kaptam. Tehát nekem nyilván azért nagy szerencsefaktor is volt ebben az egészben, hogy csinálod, és vagy van, vagy nincs, de nekem volt szerencsére, mert úgy gondolom, hogy amit én közvetítek, az embereknek nagyon-nagyon sokat tud segíteni, főleg a fiataloknak, akik nem nagyon látnak más példát, vagy nagyon kevés példát látnak. Inkább külföldön, Magyarországon nem nagyon, mert mit látsz, hogyha levetkőzöl, akkor van pénzed, hogyha gazdag pasira hajtasz, akkor van pénzed, és akkor itt tök könnyű az életed, közben pedig lehet mást is csinálni, keményen dolgozni és hinni valamiben, és elérni az álmaidat. Tehát, hogy erre én nagyon jó példa vagyok. Itt van például az egyik legnépszerűbb közösségi fórum, ahol százak, ezrek, tízezrek osztják meg a gondolataidat. Milyen ezt viszont látni? Fel nem lehet fogni. Szerintem ez mindig is ilyen lesz, hogy ezt nem fogom tudni felfogni, mert onnantól kezdve talán más is lenne, hogy nem is biztos, hogy úgy állnék hozzá. Tehát, hogy addig, amíg nem fogod fel, hogy mennyi ember olvas, és csak csináld azt, amit tényleg készítésként jön belőled, addig tudsz igaz maradni, és el tudod. Tehát, hogy azt, ami a szívedből jön, azt ki tudod tenni, de onnantól kezdve, hogy belegondolsz, hogy úristen, mennyien olvasnak, az onnantól kezdve picit meg tudja zavarni az embert, és elkezdhetsz azon gondolkozni, hogy ugyanez most ki mit fog ehhez szólni. És nekem ez a szerencsém, hogy én úgy lettem szocializálódva is, hogy igazából nem nagyon érdekelt, hogy ki mit gondol, és csak csináltam, és most ez nagyon-nagyon sokat segít. Még a végére egy kérés, szeretném, hogyha a Szombathelyi TV nézőinek üzennél valamit. Hát azt szeretném nekik üzenni, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy folyamatosan támogatnak és olvasnak, mert nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok a Szombathelyektől, a legjobb barátom is Szombathelyi, és mindig mondja, hogy őrület, hogyha kimondja egy nevemet valahol véletlenül, akkor így jönnek mindjárt a lányok, hogy úristen, te ismered, és nekem nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy itt egy ennyire erős beállításom van, és nagyon köszönöm nekik. Megszámlálhatatlan programon vehetünk részt ezen a hétvégén Szombathelyen, és immár nem is tudom, sokadjára köszöntöm Csapláros Andrea igazgatónőt a stúdióban, úgyhogy nem is számolunk, mert csak az időt húznánk. Egy fantasztikus országos programhoz kapcsolódott az IZEON. Mi is ez konkrétan? Igen, ez a kulturális örökség napjai zajlanak most Magyarországon. Ma volt Kőszegen a megnyitó, és ha jól tudom, akkor erről is szó lesz most ebben a műsorban. Igen. Természetesen a Szavária Múzeum és tagintézmény is készült erre a nevezetes hétvégére. Ugye a hétvégének az az érdekessége, hogy ugye nem csak a múzeumi világban, hanem egyébként is az örökség védelemhez tartozó dolgokat, ahol egyébként az ember nem tud bemenni, mert az épületek zárva vannak, vagy az olyan épületekről van szó, műemlékes védeletekről, ahol természetesen dolgoznak az emberek, ezeket itt Szombathelyen is, de más városokban is meg tudják tekinteni az ott lakók, vagy az ideérkező látogatók. Úgyhogy ezért ez az örökség napjai, ezek nagyon érdekesek szerintem itt Magyarországon végignézni ezeket az eseményeket, hogy mi minden van. Vizekházai, ez az országos program címe. Ehhez hogyan, milyen módon tud kapcsolódni az IZEON? Hát elsősorban az IZEON tud igen ehhez kapcsolódni. Ugye az IZEON-ban, az Ízisz istennővel kapcsolatban a víz az egy nagyon fontos lételem, és nagyon fontos dolog, amit az istennőnek az áldozásnál is használtak a kultikus szertartásnál. És nekünk 4 előadásunk lesz, ami a vízzel kapcsolatos, hogyha megengeded, akkor puskázok, mert szeretettel várjuk vendégeinket. Egyébként a programok az IZEON-ban 10-től 18 óráig lesznek, mind szombaton, mind vasárnap. És 15 órától nekem lesz egy előadásom szombaton a Vizes közművek a Római Birodalomban. Utána Anderko Krisztián, aki a szakdolgozatot még anno itt az egyetemen a Szavária vízellátásából írta, és vasárnap pedig konkrétan az Ízisz istennővel és az IZEON-mal kapcsolatban Sosztoricsi Ottó 15 órától a víz szerepe az Ízisz Szerapisz kultuszban, és 15.45-től pedig Balázs Péter és Hódi Attila a szaváriai IZEON vizes közműveiről lesznek előadások. Egyébként az IZEON-ban kimondottan megint az OTP alávezetés lesz, ugye az IZEON
izomból indulva. Nagyon nagy sikerű ez az OTP alatt, mert ez is egy olyan rész, amit az ember nem tud minden nap megnézni. És ugye ott egy csodálatos vízvezeték rendszert nézhetünk meg, és kihegyezetten erről fog most szólni a vezetésünk, és természetesen az izomból, hogyha szép idő lesz, amit azért remélek, a szokásos programmal várjuk az érdeklődőket. Amit én a programok közül kiválasztottam, az egyik, ami nagyon érdekelne, a Nílus víz szertartás. Ez valami hihetetlen jó ötlet. Azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen elutasztatása és Szombathelyre hozása ennek az érdekességnek. Igen, mert azt tudni kell, hogy az izomokban, a Római Birodalomban ténylegesen Nílus vízzel áldoztak minden nap. Ugye ez nem kellett túlságosan sok, Sosztri Csotó kollégám kiszámolta, hogy körülbelül 2 amforára volt szükség, és ugye tudjuk azt, hogy az Isteneknek a szerepe abban a korban, tehát a római korban nagyon-nagyon fontos volt, tehát nem tudom elképzelni, hogy bárki is mert volna csalni ebben a szempontból, hogy nem Nílusvizet, hanem mondjuk perintvizet hoz be, és azt drágán eladja, és mi is kaptunk egyébként ajándékban Nílusvizet, úgyhogy volt olyan szertartás, ami ezzel folyt, úgyhogy ténylegesen a Nílusvizéből történik az áldozás az izomban is. A másik program, ami pedig nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és legyen bármilyen rendezvény, én azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb, vagy az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó, római nyalánkságok. Hát ugye a római kultúrában a nagy étkezéseknek, a közös étkezéseknek hihetetlenül nagy kultusza volt. Igen, igen. Nagyon fontos volt az étkezés és az ehhez tartozó társadalmi szerepnek a megtalálása és a társalgás. Ez tényleg az egyszerűbb családoktól elindulva az előkelő gazdagabb családokig, és mi szeretnénk ezt a római étkezést ténylegesen bemutatni a szombathelyieknek, és akik ide jönnek Szombathelyre, és ezt megpróbáljuk most 16:30-kor kezdődik ez, és 18 óráig fog tartani. A Claudia cukrászda volt ebben segítségünkre, és antik jellegű édességeket, tehát nem pontosan ugyanazok a receptek alapján, de antik jellegű édességeknek a készítés vállalták el, és tényleg csodálatos, hogy milyen dolgokat találtak ki. És ami érdekesség az egésznek, hogy Udvardi Balázs restaurátorunk, ugye a Szavária Múzeumnak a restaurátora, ő díjnyertes restaurátor, egyébként kerámiákat készít, és az ő római kori kerámiáiban lesznek ezek az édességek feltálalva, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk, úgyhogy abszolút autentikus sütikóstolásról lesz szó, hogyha ezt így mondhatnám. Emellett pedig azért a családosokra is gondoltatok, mert hogy külön a gyerkőcöket is várjátok. Igen, nagyon sok program lesz megint a gyerekeknek, tehát az ásatástól kezdve kirakós játékok, különböző kis tárgyaknak a készítése, ugyanúgy benne lesz, mint ami a karneváli vagy más egyéb izomi rendezvényeken. És a Szavária Múzeum is várja az érdeklődőket. Gyorsan azért, hogy ezt se hanyagoljuk el, mert ez is egy fantasztikus összeállítás. Igen, a Kultúrás Örökség napjain a Múzsák kertje, ugye minden évben, ez vasárnap 14 órakor kezdődik. Mégpedig 14 órakor egy kiállítás megnyitóval kezdenénk, itt vannak nálam a meghívók, a helyi érték válogatása Szombathelyen előkerült őskori régészeti emlékekből. Tehát ezen kiállításnak a megnyitója lesz, és a kiállítás megnyitója után ez lent van a kőtár előtti kis térben. Tényleg egy nagyon misztikus, teljesen fekete környezetben lesznek a tárgyak, bemutatna nagyon kevés megvilágítás, úgyhogy szeretettel várok ide és minden érdeklődőt. És természetesen a Múzsák kertjében rengeteg programmal várjuk, minden osztálynak és minden intézménynek lesz egy kis sátra, de más intézmények is jönnek hozzánk, például az Ásványmúzeum Vasszécsényről, Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ, a Martinus Vallás és Kulturális Egyesület, aztán a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Halmai Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület, Főszernő Mentő Múzeum, a Vasi Múzeum Barát Egylet, tehát rengetegen lesznek még ott. Muszáj befejezzük a beszélgetést, de azért a nézőknek jó hír, hogy a honlapotokon megtalálnak mindent pontosan. Részletesen, úgyhogy nem maradnak rá semmiről. Jó időt kívánok. Köszönjük a programokhoz. Szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. No, ami pedig olyan program, ami időjárás független, az pedig természetesen a mozi. Nézzük, hogy mi az a legújabb érdekesség, amit ajánlunk önöknek. Rás, hajszd a győzelemért!
a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people. What kind of person does a job like this? Each year, two of us die. James can be a loose cannon. Nick is a genius setting up the cars. I accept every time I get in my car. There's 20% chance I could die. Being driven around 170 miles per hour? This thing's a bomb on wheels. I'm quicker than all of you. And let's race. I feel responsible for what happened. You were. But trust me, watching you win those races, you were equally responsible for getting me back in the car. I'm world champion and on the verge to become world champion again. I can beat this guy. Trust me. It's a wonderful way to live. It's the only way to drive. The closer you are to death, the more alive you feel. Mi is száguldunk, legalább olyan gyorsan, mint a filmajánlóban a versenyautó, Póce Zoltán igazgatóra, stúdió vendég. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és megint csak egy érdekes programot hoztál. Egy picikét a naptáron hajtunk, és 26-ára invitáljuk a kedves nézőket. Köszönöm, mert születi mulatság lesz. Így van, így van. Ami természetesen nálunk nem csak simán születi mulatság, hanem nemzetközi fogózzenekari találkozó is. Ráadásul éppen most ünnepeljük ennek a 40 éves évfordulóját, hiszen 1973 óta van így, és 1973 óta mindig, minden évben, szeptember utolsó hétvégéje a kőszegi szület. Úgyhogy ha valaki el szeretné kerülni ezt a rendezvényt, mondjuk más rendezvényszervező, akkor szeptember utolsó hétvégén mindig kőszegi szület van. Természetesen a születi mulatsághoz és a muzsikához sok-sok jó program is társul, ami reméljük, hogy sokak tetszését fogja elnyerni, bár azt hiszem, hogy ilyenkor egy kellemes séta is nagyon szórakoztató lehet Kőszegen, hiszen nagy kirakodóvásár van, szép környezet, éppen ma ünnepeljük a kultúra és örökség napjának nyitását, úgyhogy meg is győződhetünk arról, hogy ezek az örökségek, ezek milyen szépek, és aztán majd a jövő héten pedig ehhez kocintani is tudunk egy jó kőszegi borral, már csak azért is, hiszen a szőlőjövésnek könyve fölkerült a listára, úgyhogy a szület most sokszorosan aktuális lesz. Van olyan ismerősöd, aki mind a 40 születi mulatságon ott volt, és ezt mondjuk tudja bizonyítani? Hát a bizonyítás az azt hiszem, hogy nem lenne egyszerű, de nagyjából a félváros szerintem így van, aki 40 év fölötti. Ilyenkor azt hiszem mindenki megmozdul. Ráadásul, aminek nagyon-nagyon örülünk, sok esetben a rokonokat is erre az időszakra hívják, hiszen éppen egy program van, otthon is jól el lehet tölteni az időt, meg jól lehet sétálgatni a városban, bár szombaton délután valószínűleg a jól sétálgatás azért egy kicsit nehézségbe fog ütközni, mert eléggé sokan lesznek, reméljük. Hát ezügyben pedig leginkább a legfelsőbb segítő kézre szorulunk, hogy jó időjárás legyen. Ismét lesz borkirálynő választás. Ennek mik a feltételei? Gondolkodjak, hogy jelentkezzek, vagy pedig már Én nagyon örülnék. Én nagyon örülnék neki, ha jelentkeznél. Egyrésztről nagyon fontos, hogy jó megjelenésű legyen a jelölt, nagyon fontos legyen, hogy jó beszélőkéje legyen, és az is nagyon fontos, hogy szeresse a bort, úgyhogy esetben ez mind a három áll, úgyhogy én azt hiszem, hogy ráadásul, ha szabad ilyet mondanom, már nem a tinédzser csitri kategóriát. Hát elmúltam 18, úgyhogy mert papírom van arról, hogy fogyasztatom. 22 éves felnőtt hölgyek borfogyasztóiként tudsz megjelenni. Én azt hiszem, ez megint csak két nagyon fontos, az életet nemesítő elemnek az egyesülése, hiszen a hölgyek szépsége, bája és a borok szeretete egyesülhet ebben a dologban. Ráadásul Kőszegen a borhölgyek, akik szervezik egyébként a borkirályi választást, nagyon-nagyon aktívak, én nagyon becsülöm őket, hiszen azért egy háziasszonynak ilyen sok programon közreműködni, dolgozni,
hiszen ez komoly munka, az nem kevés, tehát például a hétvégén az örökségnapokon is a Kőszegi standon a hölgyek, a borhölgyek fognak állni, úgyhogy nagyon köszönjük az ő áldozatos munkájukat, hogy ezzel is hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. Ráadásul mindenki keresi a bor királynőt, tehát az hihetetlen népszerűségű bárki is lesz az, nem tudom miért, valahogy ilyenek az emberek, hogy és ott megy a bor királynő. Szóval én azt hát hiszem, mert benne is egyesül. Hát most gondolkodj, nem nehéz férfi szemmel és aggyal, hogyha egy csinos nő meg még szereti is, megért a borokhoz. Hát ez olyan, mint egy mennyország. Igen, igen. Már csak jól tudjon főzni, és akkor meg igent mondjon, amikor megkérdezi az ember. Igen, természetesen. Na, rengeteg zenei programmal is készültetek, sőt, egy lengyel együttes is érkezik. Így van. Ha mondhatom, hogy a lengyel-magyar barátság erős szálakkal elindult, hiszen a héten nyitottuk a Katyn kiállítást a Várban, amely a Katyn katasztrófáról szól. Ez megtekinthető egyébként még egy hónapig majd nálunk a Várban. Több mint 20 tablón lehet végigkövetni ezt a tragédiát. És hát most pedig egy Kőszegre költözött lengyel hölgy segítségével egyébként erősödnek ezek a kapcsolatok, aki maga is többször hozott már turistacsoportokat Kőszegre, Lengyelországból, és aztán ez a kapcsolat erősödött oda, hogy hát akkor most jöjjön végre egy olyan kulturális csoport, amely hazájában híres, tehát mondjuk úgy, hogy a folklor együttesek között az élvonalban lévő lengyel csoport érkezik hozzánk. Természetesen azt tudni kell azért, hogy az ő néptáncuk az jóval polgáribb, mint a mi esetünkben, viszont azt is el kell mondani, hogy egy 8 fős zenekarral érkeznek, tehát nagyon erős hátterük lesz, tehát ahogy mondani szokták, nem lapos zenekar lesz, hanem egy 8 fős zenekar, akik tényleg nagyon látványosan muzsikálnak, jó hangulatot csinálnak, és ráadásul ugye hozzájuk jönnek ezek a táncok, amelyek még egyszer mondom nem annyira vérpesdítőek, inkább polgáriak, tehát egyfajta polgári milliót árasztanak, de én hiszek abban, hogy ez a lengyel-magyar barátság létezik. Tehát bárhol találkoztunk lengyelekkel, mindig nagyon jól megértettük egymást, és ráadásul én hiszek abban, hogy ez a kelet-európai átélhető történelem erősítése, ez jót tesz mindannyiunknak. Igazgató úr, már csak az időpont, még egyszer a pontosítás kedvéért. Tehát jövő héten így a legegyszerűbb péntek, szombat, vasárnap Kőszegi szület, pénteken este bikinivel bekezdünk, szombaton ugye délután karneválal, este fúvósóval, aztán sok-sok koncerttel, Keresztes Illikó, Tóth Gabi, Kassa Tibi, és hát este a Szeretlek Magyarországhoz csatlakozva vasárnap 9:30-kor mi is egy Szent Mihály napi mágiát azért meggyűjtünk. Nagyon-nagyon köszönjük a programajánlatot, és akkor tényleg csak azt mondani, hogy az égiek segítsenek, és ne essen az eső. Köszönöm szépen. Hamarosan a folytatásban pedig szintén Kőszegre kalauzoljuk majd önöket, hogy miért, és néhány perc múlva kiderül. Nyári csobbanás a Szombathelyi Televízióban. A Bükkfürdői Gyógy és Élménycentrumból jelentkezünk. Csütörtökön 18 óra 15-kor várom Önöket. Közéleti témák, aktuális ügyek terítéken a Szombathelyi Televízióban. Háttérbeszélgetéseinkből megismerhetik a hírek részleteit, megmutatjuk, ami fontos és érdekes. Hétköznaponként 19 óra 15 perctől Szombathely ma.
Szaladunk, rohanunk tovább a műsorban, ismételten csak Kőszeg kap főszerepet. Dr. Csonka Takács Eszter igazgató, illetve Básti Béla alpolgármester, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mondom ezt csak azért is, mert fárasztó nap volt a mai, ugye? Nem túl sokat unatkoztak. Mi történt eddig Kőszegen, alpolgármester úr? Hát nagy örömünkre nagyon szép vendégsere gyűlt össze Kőszegen, hiszen a mai napon több országos díj elismerés kihirdetése is megtörtént. Ugye megkezdődött dr. Szaló Péter államtitkár úr megnyitotta a kultúrás örökség napjait Magyarországon, valamint átadták a Schönwiesner és a Forster díjakat, ezek örökségvédelmi, emlékvédelmi díjak, régészeti díjak, valamint, és akkor azt gondolom, innentől igazgatónője a szó, a Szellemi Kultúrás Örökség jegyzék legújabb tagjait kihirdették. Örülhet Kőszeg, azt gondolom, hogy amúgy is egy vasmegyei ékszerdoboznak hívjuk, hát ezután meg aki nem büszke rá, nem is tudom, mit lehet rámondani. Igen, fantasztikus, és mi is gratulálunk Kőszegnek, hogy az épített örökség után a Szellemi Kultúrás Örökséggel is bevonul a köztudatba, hiszen ugye nagyon nagy esemény volt az is ma, hogy a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékének új örökségeit Halász János kulturális felelős államtitkár úr hirdette ki, hiszen hagyomány az, hogy a kulturális örökség napjai megnyitóján, országos megnyitóján hirdetik ki ezeket az új örökségelemeket, amelyek felkerülnek a nemzeti jegyzékre, így már 18 örökségelem található ezen az országos jegyzéken, és 5 új örökséget hirdettek ma ki, köztük a kőszegi szőlőjövés ünnepét, úgyhogy Kőszegnek ez duplán ünnepi nap volt a mai, és emellett a bukovinai székelyek csobánolása, a tápéi gyékényszövés, a kishalászat az Alduna mentén, tehát a hagyományos halászati módszerek az Alduna mentén, illetve a szatmár-beregi szilvafőzés hagyománya került fel a mai nappal erre a nemzeti jegyzékre, amelyet Balogh Zoltán miniszter úr jegyzett. Biztos vagyok benne, hogy a nézők között is sokakban felmerül az a kérdés, hogy mi alapján döntenek ezekről? Mi dönt ilyenkor? Mert hogyha hazánkban körülnézünk, akkor majdnem minden második szokás, étel, ital, dolog, ötlet, épület felkerülhetne, vagy éppen nyerhetne bármilyen címet. Itt nagyon fontos tudni azt, hogy mi egy UNESCO egyezményt valósítunk meg tulajdonképpen, tehát a mi igazgatóságunk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban gondozza ennek az UNESCO egyezménynek a hazai szakmai megvalósítását. Az egyik legfontosabb feladata az államnak az, hogy nyilvántartást készítsen a területén található ilyen típusú szellemi kulturális örökségről, amely közösségek szokását, közösségi tudást, gyakorlatot, kézműves hagyományt, például szóbeli hagyományt, ünnepeket, rítusokat jelent, és nagyon fontos gyakorlat Magyarországon az, hogy maguk a közösségek tesznek felterjesztést, javaslatot, hogy erre a jegyzékre mi kerüljön föl, ehhez készítenek egy komoly dokumentációt, ennek van egy hosszú procedúrája, a vége az tulajdonképpen, hogy az igazgatóság, a bizottság, a Szellemi Kulturális Örökség szakbizottság elé terjeszti ezt az anyagot, és javasoljuk miniszter úr számára, hogy mely elemek kerüljenek fel erre a jegyzékre. És nagyon fontos még az, hogy ezek a közösségek be is mutatkozhatnak, és éppen szombaton, vasárnap Kőszegen lesz az a nagy esemény a Jurisics téren, ahol mind a 18 örökség elem majd személyesen is látható lesz, tehát ki lehet nagyon sok mindent próbálni, találkozhatnak ott személyesen is ezekkel a közösségekkel, és ott megtekinthetik, ha jól tudom majd, a szőlőjövések könyvét is. Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy azért ez egy kuriózum, ez egy történelmi pillanat. Így van, talán ezért is vagy kétszer ünnepeljük. Ugye a mai napon történt az átadása a dokumentumnak, amely igazolja a jegyzékrevételt, de az előbb felsorolt sok-sok megtisztelő díj átadás miatt ez egy zárt körű rendezvény volt. Hát ez egy ilyen protokolláris történet. Így van, egy nagyon fontos, mert hála Istennek egyébként a városnak egy nagyon nagy, a könyvön túl is egy nagyon nagy publicitást tud biztosítani. A holnapi napon viszont azt tervezzük, hogy szeretnénk, hogyha a kőszegiek, meg hát hogyha Szombathelyről, hogyha jönnek az emberek, szeretettel látja őket, hogyha ők is megünnepelnék kicsit velünk együtt. Éppen magukénak ezért... érzik egyébként a kőszegiek a sikert? Hogy érzi? Én azt gondolom, hogy teljességgel. Tehát a szőlővésnek könyve az a, hogyha azt mondjuk, hogy egy ékszerdobozról beszélgetünk, akkor ott a legközepén, amiben az aranyszív van, valahogy így van. Én nagyon bízunk benne, hogy sokan eljönnek, ugyanis azután, hogy ma ugye Halász János államtitkár úr átadta ezt a kitüntető oklevelet, holnap pedig V. Németh Zsolt államtitkár úrnak a jelenlétében, és a
az előbb említett többi már címbirtokos vagy most kihirdetett jegyzékre került örökség és hagyomány jelenlétében egy kicsit megünnepeljük azt, hogy Kőszeg is felkerült. Azt jelenti, hogy 10 órakor lesz a Jurisis téren egy kis ünnepség, utána pedig várják az ott felsorakozott örökségek a vendégeinket, valamint ugye tudni kell azt, hogy a Szellemi Kultúrás Örökség mellett, és valóban azt gondolom, hogy országos szinten közismerten, a Kultúrás Örökség napja is vannak a műemlékek vonatkozásában, Kőszegen 18 műemlék lesz látogatható, és mi is játékkal készültünk, mi nem sorsolunk, de aki eljön Kőszegre, van egy ilyen kis füzetünk, ezt így megmutatom, hogy így néz ki, ebben van egy pecsételő lap felület, meg egy térkép, aki a 18 műemlékünk közül, próbálom megmutatni a kamerának. A 18 helyszín közül felkeres 8-at, az kap egy szép kitűzőt, olyan, ami itt rajtam is van egyébként, úgyhogy ez a kis díjunk, úgyhogy be lehet barangolni a várost, járni no, a helyszíneket. És akkor mutatom is, hogy ez úgy néz ki, hogy itt fel vannak sorolva a helyszínek, és itt alul 1-től 8-ig megszámozva, és akkor ott az állomáson gondolom. Így van, 18 helyszín között tetszőleges 8-at, aki felkeres, az megkapja ezt a jelvényt. De ugye itt elég jó helyek vannak, a Zsraffitós háztól az Európa házig, az Evangélikus templom, a Szeretet otthon, ahol ritkán járunk, a evangélikusoknál iskola határon nyitva lesz. A házasságkötőtermünk, ami Patika Múzeum, egész Patika Múzeum, tehát szemnél szebb helyek lesznek ezek. Miért tartják fontosnak, és a kérdés akár mindkettőjükhöz is szólhat, hogy ilyen jellegű ünnepe van Magyarországnak, mint a kulturális örökség? Napjai. Hát a mi szempontunkból, a Szellemi Kultúrás Örökség szempontjából azért fontos, hiszen itt a maguk a közösségek kapnak megerősítést arról, hogy milyen fontos érték van a kezükben, és ezt érteni kell az épített örökségre, a környezetükben lévő természeti örökségre, és arra a közösségi kultúrára, amit Szellemi Kultúrás Örökségnek nevezünk. Fontos megerősítés, hogy ekkor ráfigyel az ország, ráfigyel Európa, hiszen ez egy európai ünnep tulajdonképpen, és egy visszaigazolás számukra, hogy a birtokukban lévő kincset őrizni kell, jól kell őrizni, és meg kell mutatni ugyanakkor, mert büszkének kell rá lenni, hiszen ez a sajátjuk, ez erősíti a saját identitásukat. Nagyon kell rá vigyázni, és a jövő generációi számára is meg kell őrizni. A Szellemi Kultúrás Örökséget tovább kell adni, az épületeket fel kell újítani, és nagyon fontos, hogy használni kell, akkor érzi minden generáció a sajátjának, ha akár az épületeket, akár a szokásokat maga is átélheti, használhatja, részesévé válhat. Azt gondolom, hogy ez a fennmaradásnak egy fontos eleme. Kőszegiként a manapság azt gondolom, hogy minden szinten, és a, nem csak a városok működése vonatkozásában, a megkülönböztethetőség és az egyediség, ez egy kiemelten fontos dolog. Nyilván egyrészt az, hogy Vas megyében elsőként erre a jegyzékre felkerülni, ez egy nagyon egyedi dolog. Maga a hagyomány egy igen speciális, hiszen nem tudunk Európában és a világon máshol sem ennek párját. És hát a mi egyediségünknek a másik oldala, és akkor az épített örökségről, az pedig az, hogy a százat meghaladó műemléképület van Kőszegen, a belváros, a város falon belül szinte teljesen védelem alatt áll, és nyilván nekünk ezt egy különös erőforrásként, lehetőségként kell kezelnünk, és azt hiszem, hogy talán erre törekszünk is. A következő évekre nézve milyen tervek tudnak megvalósulni? Mit tart fontosnak, igazgatónő? Szellemi Kultúrás Örökség tekintetében gondolom, hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben ismerté váljon az UNESCO egyezmény, amit mi kezelünk, gondozunk. Egyébként a Világörökség Egyezménynek testvére a mi egyezményünk, tehát azért ott is megjelenik az épített és a szellemi örökség közötti kapcsolat. És nagyon fontos lenne éppen ezért a mi számunkra is az, hogy a Világörökség egyezményből fakadó magyarországi megvalósításhoz hasonlóan, amelynek Magyarországon törvénye született, szeretnénk elérni, hogy a Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről is szülessen egy törvény, amely segítené azt, hogy valóban mindenki szabályozott módon és felelősséggel tegyen azért, hogy megőrizze ezeket a közösségi kultúrákat, hiszen nagyon fontos a kulturális sokszínűség, amit ezek hordoznak.
Ez szerintem egy csodaszép végszó volt. Én mindkettőjüknek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és a munkájukhoz kitartást és sok sikert szeretnék kívánni. Köszönjük szépen. Elérkezett a sorsolás ideje, nézzük, hogy kik örülhetnek a nézők közül, akik SMS-t küldtek. Az Írókéz Mandala ajándékcsomagja, az első ajándék 3477-7781-es a kedves néző telefonszáma, aki elküldte az üzenetet, és mutatom is a kamerának, illetve Csapláros Andrea igazgatónő felajánlott 2 darab tiszteletjegyet az Ízeumba. Természetesen nem a mostani hétvégére, mert hogy ingyenesen látogathat, hanem egy következőre. 76-10-67-72-es a telefonszáma annak a nézőnek, aki elküldött bármilyen üzenetet. Én pedig munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó tévézést kívánok, vigyázzanak egymásra és magukra is, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Hófehérke divatüzlet öltözteti.